Szent Máté evangéliumából olvasom. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami annyit jelent, velünk az Isten. Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Testvéreim, advent negyedik vasárnapja van. Mondanánk, az Úr közel van. És itt van előttünk már az az evangélium, amely a megtestesülésről, az inkarnációról szól, hogy Jézus megtestesült, és egy szent családban vett lakást, egy szent családban vett otthon. A bibliai történetek a két főszereplője, Mária és József, akiket erős belső figyelem jellemez. Ennek a figyelemnek az egyik aspektusa az ima, a másik pedig az álom. Én ősszel dobogókon egy szemlélődő lelki gyakorlaton vettem részt, és 10 nap alatt itt vettem észre életemben először, hogy az intenzív imádság és az álom milyen közeli kapcsolatban van egymással, hogy Isten vigasztalása miként köszön vissza egy álomban. És Mária és József titka ebben a szentírási részben, vagy ebben a jelenetben az, hogy ők tudtak ilyen belső figyelemben lenni. Mert ha csak belegondolunk a száraz tényekbe, hogy ott van egy jegyespár, ahol az asszonynak egyszer csak gyermeke lesz, ahol a férfi nem tud erről, nem tudja ennek az egésznek az eredetét, és mindenféle magyarázat nélkül ez az asszony be tudja fogadni ezt a titkot, ez a férfi pedig álmában utasítást kapva, de felismeri ezt a titkot, ez azt jelenti, hogy ez a két ember nagyon Isten közelében él. Nagyon Istenre való figyelemben él. Álmában, vagy akár imádságban Isten sokunknak megnyilatkozik, de nem veszük észre, vagy nem halljuk meg azt. Ez a két ember nagyon nagy belső figyelemmel volt, egyszerű, hétköznapi életet élő emberek voltak, de az Úrra figyelő emberek voltak, és felismerték és meghallották, hogy mi történik. Felismerték és meghallották, hogy mit kell tenniük. Nem zavarodtak össze, nem veszítették el a figyelmüket, nem veszítették el a reményt, hanem belső figyelemben maradtak, és egyszerűen, problémamentesen, akadálymentesen, minden gond nélkül megtették azt, amit Isten kér, ami az evangéliumból fakad. Sokszor elfelejtjük azt, hogy egy szeretett kapcsolatban két ember van. Vagyok én, és van a másik. És mind a ketten egyaránt fontosak. Ezt emberi kapcsolatokban is elfelejtjük, de még inkább elfelejtjük, amikor Istennel van dolgunk. Van ő, és vagyok én. Szeretjük elmondani a kéréseinket, elmondani a hálánkat, vagy egyszerűen csak beszélni az imádság alatt. Ha máshogy nem, olvasni, szövegeket mormolni, szóval kitölteni az imádságnak az idejét. Érzéseket kelteni magunkban az imádság alatt, az ő jelenlétének az érzését feleleveníteni magunkban, szóval cselekedni akarunk, tenni az imádságban. És olyan nagyon-nagyon ritkán jut eszünkbe az, hogy egyszerűen üres teret biztosítsunk Istennek, aki ha akar, bejöhet oda, és elmondhatja, hogy ő mit gondol. Olyan nagyon ritkán jut eszünkbe az, hogy teret adjunk Istennek. Mária és József ezen a megtestesülés kapcsán mutatott magatartás az éppen erről szól. Finoman teret engedtek Istennek, nem kezdtek el spekulálni, nem kezdtek el beszélgetni egymással, nem kezdtek el ötletelni, vagy vészforgatókönyveket csinálni, nem kezdték el ostromolni az eget, hanem finoman befogadták azt, hogy mit mond Isten. És Isten megmondta Máriának, hogy a benned fogant élet Istentől van, és Isten megmondta Józsefnek, hogy a Mária által elfogadott élet Istentől van, és mind a ketten ebben az emberi szemmel nézve abszurd helyzetben felismerték, hogy itt valami nagyon nagy dolog történik. Hát egyszerűen teret engedtek Istennek.
A következő napokban biztos számtalan találkozás fog körülvenni bennünket. Számtalan élmény, érintettség, ünnepség, étkezés, zajok, rendezvények, amelyek nagyon fontosak ebben az időszakban. Nagyon fontos karácsonykor az ünnepi vacsora, vagy a találkozás, vagy egy tényleg ünnepélyes templomi istentisztelet. De talán még fontosabb volna ezekben a napokban, ha úgy elcsendesednénk, ahogy Mária és József, teret engedve Istennek, hogy el tudja mondani azt, ami nagy dolgot az én életemben véghez akar vinni. Hogy Máriának és Józsefnek nagyon finom szavakkal az imában és az álomban elmondta, hogy nekem is elmondaná, hogy milyen nagy dolgokat akar az én életemben, az én sorsomban véghez vinni. Próbáljuk meg tanulgatni ezekben a napokban, karácsony napjaiban ezt a belső figyelmet, a rávaló hagyatkozást, mert ketten vagyunk egy szeretett kapcsolatban. Ő és én, és mind a kettőnk személye végtelenül fontos.